Bemutatták egész éves munkájukat a Tisza Néptánc Egyesület tagjai. Egy-egy fellépés előtt komoly munka áll, de ezt a tagok cseppet sem bánják, élvezik a próbákat is. Hát először a lépéseket gyakoroljuk, utána azokból lesz egy folyamat, és utána a koreográfiát pedig nagy nehezen összerakjuk. A tagok közül többen énekkel, tánccal és citerajátékkal is bemutatkoztak. 4 évvel járok néptáncra, és 1,5 évvel kezdtem a citerát, meg szintén 1,5 évvel az éneket. Hát az órákon heti 1 óra, és ott készülünk fel. Az ének és a citera a kedvencem, mert azzal sokkal több helyre jutunk el. Énekkel voltunk Budapesten, Budaörsön is, elég sok helyre eljutunk, és nagyon szeretem. A Tisza Néptánc Egyesület közel 100 tagot számlál, és heti szinten folyik a munka az Egyesületnél. Sok szakcsoportban kipróbálhatják magukat a tagok. Tulajdonképpen az egész éves munkánkat fogjuk most itt bemutatni, az összes csoportunk megmutatja magát, 4 tánccsoportunk van, a lepetje, ők a legkisebbek, aztán a motolla, a sederbő és a recepice csoportok, tehát ők tőlük táncos produkciókat fognak majd látni. Emellett vannak énekcsoportjaink, énekkettőseink, aztán vannak citerások, vonós hangszeren tanulnak gyerekek, és tamburások is fognak fölépni ma. Hát körülbelül ilyen 100 tag, plusz-minusz, így ez a sok csoport, különböző szakosztályok, úgy a 100-ast várjuk. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert most egy ilyen egész nagy óvis csoportunk van, és a kisebb csoportok is elég sok tagot számlálnak, úgyhogy jelen pillanatban nincs ezzel problémánk. Nekünk inkább a felnőtt csoportokkal, vagy a középiskola utáni generációkkal van egy kicsit nagyobb nehézségünk. Középiskola után legtöbben elmennek innen, nem tudnak olyan rendszeresen próbára járni, tehát inkább ezekkel küzdünk most mi jelen pillanatban. Hát most egy nagy szünetre megyünk, kezdődnek a táborok, ami már mindenkinek szabad aktivitás, tehát ezek nem kötelező dolgok. Ami biztos, kaptunk fölkérést az önkormányzattól, tehát a Szent István napon augusztusban biztos, hogy színpadra fognak lépni a gyerekek. A gála műsoron tehát mindenki bemutatta tudását, és egy igazán különleges élményt nyújtott az az érzés, hogy még ma is van, aki a hagyományainkat ápolja és élteti.